Sziasztok! A mai videóban egy kincsvadászatot mutatok meg nektek ismét, egészen pontosan, hogy a Notinnóról és a Douglasból miket szereztem be ezúttal, úgyhogy ha érdekel titeket, tartsatok velem! Na hát ennek az egésznek a története természetesen most is úgy kezdődik, hogy nem terveztem, de... Hát most arra azt hiszem, most már kint van a CC Cream It Cosmetics videóm, így tesztem, aminek ugye a története, ha követitek a csatornámat, akkor tudjátok, hogy onnan indult, hogy voltam a Glamour Beauty Fesztiválon, ahol a standnál, az It Cosmetics standjánál kisminkáltak engem. Ezután elkezdtem jobban utána járni ennek a kérdésnek, és készítettem videót nektek a sima CC Creamről és a Bye Bye Pores púderéről is. Viszont mivel ez annyira nekem nem vált be, viszont sokan mondtátok, hogy lehet, hogy az én bőrtípusomra az olajmentes lehetne esetleg megoldás, ezért nem tudtam még elengedni a témát, és beszereztem az olajmentes verziót is. Szóval így indult ez a Douglas dolog. A másik pedig, hogy nekem valamiért furán működik a weboldal is, meg az applikáció is, és ezt a rendelést igazából nem terveztem elküldeni, viszont kaptam egy kuponkódot, és kipróbáltam, hogy a kuponkódot felhasználva vajon mennyibe kerülne, és amikor le akartam okézni, és hát nem le okézni a rendelést, csak tovább menni, hogy megnézem a végösszeget, hogy kuponkódos túl mennyi lenne, akkor így megköszönte a vásárlást, és hello! És így, mi? Szóval én ezt most megvettem? És utána vétel kiküldték, utána természetesen, hogyha felkerestem volna a webshopot, nyilván tudtam volna töröltetni a rendelést, de hát arra már nem volt lelki erőm. Úgyhogy lényeg az, hogy utána akartam jönni, és most utána is fogunk, hogy az olajmentes verziója az mennyivel válik be jobban, vagy sem. Úgyhogy ez az egyik It Cosmetics CC Cream, Oil Free igazából. Igazából a neve csak annyi, hogy CC Plus Oil Free, ugyanaz, mint a másik, csak ez olajmentes, és ez így néz ki, én light árnyalatban rendeltem meg. Egyébként azt tudom, hogy ez az árnyalat nagyjából jó nekem, mert előtte voltam személyesen is a Douglasban, és kipróbáltam, és bevallom őszintén, nekem annyira nem nyert el ott sem a tetszésemet, de az a baj, hogy azok között a vagy olyan körülmények között abban a fényben, és az eladó hölgyel a nyakamban nem igazán tudtam normálisan neki veselkedni a kérdésnek és megállapítani. Az biztos, hogy sokkal kevésbé olajos, tehát nyilván olajmentes, de érzetre is érzed, hogy sokkal száraz a formula, és ennél a formulánál viszont pontosan attól félek, hogy nehogy túl száraz legyen, mert azért nekem azok az alapozók szoktak jobban beválni, amiknek van egy minimális ilyen kis olajossága. Annak ellenére, hogy vannak olajos részei az arcomnak, viszont a száradásra és hámlásra, viszketésre hajlamos részeim, azok viszont nagyon-nagyon ki tudnak száradni, és nagyon csúnya tud rajta lenni az alapozó. Úgyhogy kíváncsian várom, nem tudom, ezt is le fogom tesztelni veletek együtt. Stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections. Viszont egy másik, amit már nagyon régóta nézegettem, és ott a Douglasban helyben is nézegetni akartam, de az az igazság, hogy az eladó hölgyöt gyakorlatilag közölte, hogy az It Cosmetics az sokkal jobb, és hogy ez a klinik ez semmiképp sem ugyanolyan jó. Hát nem tudom, nekem ez a klinik egyébként nagyon szimpatikus. Ennek a neve Even Better Clinical Serum Foundation, egyébként SPF 20, tehát ez is fényvédős, mondjuk nem 40-es, ezt el is felejtettem mondani az előbb, hogy a CC, It Cosmetics CC kréme, ez is 40 faktoros, ez meg 20-as, viszont erről nagyon olyan pozitív dolgokat olvastam a webshopban, amit pont keresnék egy ilyen alapozótól, és bár a L'Oréal Tinted Serumot én nagyon szeretem, kíváncsi lennék, hogy esetleg egy picivel intenzívebb fedéssel alapozósabb jellegű alapozót is tudnék-e találni ebben a témában, viszont ez igazából ez is, hát ez Serum Foundation, tehát ugye az a különbség, hogy a L'Oréal Tinted Serum az szérum,
tehát színezett szérum, ez viszont szérum foundation, tehát egy fokkal ennek azért alapozósabb jellegűnek kellene lennie. Ez így néz ki. Egyébként nekem nagyon tetszik ez a kis üvegcsanám, nagyon kis szimpatikus és cuki. Ezt is fel kell rázni természetesen, és ez meg ilyen, de majd közelebbre megmutatom természetesen ezt is. Ja, és most rá húztam a másikra. Ez a másiknál sokkal-sokkal könnyedebb, és sokkal, hát, könnyedebb, igen. Sokkal jobb érzés nekem, kevésbé kiszárító érzés így eldolgozgatni a kezemen is. De ezt is ki fogjuk próbálni. Egyébként egy kicsit látod, sötét az árnyalat. Most azért találom már nagyon nehezen különben az árnyalatomat, mert kifakultam, és most valahogy nagyon kifakultam, tehát nem csak egy árnyalatot fakultam szerintem az őszhöz képest, tehát nyárhoz, de az őszhöz képest se, és egy kicsit sötéteket sikerült most választanom. Na mindegy, lényeg az, ez a teljesen lényegtelen egyébként, a lényeg az, hogy ezt is ki fogjuk próbálni, és ezt a kettőt így együtt sikerült véletlenül megrendelnem. De tényleg, ez most komoly, komolyan véletlenül. És ezeket ki is fogjuk próbálni nem sokára. Szerintem ő lesz a következő alapozók csatája, összehasonlító videóm témája, mert ezekre nagyon kíváncsi vagyok, aztán meglátjuk. A másik pedig egy notinos rendelés, ami onnan indult, hogy névnapi ajándékot vásároltam valakinek, és mellé raktam akkor már saját célra is valamit. Ezt mindjárt megmutatom. Na hát, óvalá! Akkor mutatom is az elsőt, a palettát, ami ugye egy újabb darabja ennek a Catrice kollekciónak, Disney kollekciónak, amiről a kettőt már láthattatok a csatornámon, egy videón belül, két sminket is hoztam nektek velük, és szét is szedtük a Cruella palettát, azt a zselés kis golyós állagot, hogyha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Na, ennek ilyenek a színei, és ez az a paletta, amit viszont én ajándékba rendeltem nem magamnak, úgyhogy az leszedem már a fóliát is gyorsan. Úgyhogy bevallom őszintén, ebbe most emiatt nem szeretnék beleturkálni, mert ajándék lesz, és az még ugye érintetlen teljesen. Hát egyébként gondolom, hogy ez is körülbelül olyan lehet, mint a másik kettő, amit leteszteltem, úgyhogy ha érdekel titeket ez a téma, akkor nézzétek meg azt a videómat. Nagyjából sejtem, hogy minőségre, használhatóságra ugyanolyan lesz, ez már csak szín kérdése, hogy melyiket választjátok. Illetve ebbe is itt van ez a zselé és állag, ezt is kitárgyaltuk az előző videómban, úgyhogy ezt ajánlom, hogy nézzétek meg. Viszont ezt most itt becsukom, szépen csinálok róla egy közeli felvételt, de most ezt nem szvacsolom ki emiatt, mert ez ajándék, remélem. Az illető egyébként tud róla, hogy kapni fogja, úgyhogy nem baj. Na és akkor, ami még itt van, ami fontos, az ez. Ez egy krém, egy szemrendszer krém, méghozzá a Kiehl's-től. És az az igazság, hogy nekem elfogyott az előző, ami egy avokádós volt, amiről már beszéltem is nektek, mutattam a kedvenc bőrápolási rutinomban. Egyébként az most azóta egy
picit változott, majd lehet, hogy csinálok egy ideit is, mert azóta már találtam más dolgokat is, meg van egy pár új kedvencem. Viszont itt volt ez az avokádós, meg legalább addigra ezt is kipróbálom. Itt volt ez az avokádós, amit én nagyon-nagyon szerettem, ennek az a története egyébként, hogy én ezt egy PR csomagban kaptam eredetileg, és én akkor nagyon-nagyon megszerettem, majd utána kaptam születésnapomra egy kész adventi naptárt, és abban is volt ilyen, azt is elhasználtam, szóval én már nagyon régóta nem is vettem szemránckrémet emiatt. Viszont ő most elfogyott, az utolsó, és én ezt nagyon szerettem, de ez a Kiehl's termékek közül az egyik leglájtosabb ilyen szemránckrém. Ez nem annyira, ez inkább hidratáló, de nem annyira komoly összetevőket vagy hatóanyagot tartalmazó krém. És úgy gondoltam, hogy ha már valamilyet most akkor vásárolok, akkor nem ezt. Ja igen, és meg azért is, mert a Not Indon akció volt, természetesen olyankor szoktam ilyet mindig beszerezni. És hát akkor úgy döntöttem, hogy akkor már egy olyat veszek, ami viszont egy kicsit még több jóval el van elvileg látva. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett benne, hogy kifejezetten kiemeli, hogy a brow bone, úristen, tehát az a szemöldökcsont körüli részre is, illetve az eyelidre, tehát a szemhéjra is, meg a külső szemzugra is az under eye-on kívül, tehát a, ezt jól elmondtam magyarul, jött? Szóval a szem alatti részen kívül ezeket a részeket külön kiemelik, hogy erre is hatékony, és nekem az az igazság, hogy itt alul nem igazán van se ránc, se kékfoltok, se nagyon olyan, igazából semmi, ami annyira nagyon igényelni most a egyelőre még a kezelést. Nyilván a megelőzést valamilyen szinten igen, de nem ez a gyenge pontom. A gyenge pontom nekem pont inkább a szemhéj, ami majd elkezd megereszkedni, meg ami már most sem olyan nyilván, mint 18 éves korában az embernek. De lényeg az, hogy ezt a részt szeretném egy kicsit boostolni, és ez pont arra való elméletileg, úgyhogy majd meglátjuk, hogy pár hét múlva felismertek-e a videóimban, vagy annyira megfiatalodok, hogy nem. I got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away. Na, aztán van itt még két minta, ez is kész mind a kettő, ezeket ajándékba kaptam, ezeket már ismerem is, úgyhogy ezeknek is örülök, én ezeket is el szoktam használni. Ja, és ez a Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum, na ezt pont szoktam smink alá is használni, úgyhogy ezt is szeretem. Ez meg az arckrém, amiről már szintén beszéltem nektek és mutattam nektek, olyanom is van, úgyhogy itt van mind a kettő, ami nem minta. Ezeket is nagyon szeretem és használom, úgyhogy ezt biztos, hogy el fogom használni. Aztán, ami még itt van, annyiszor, de annyiszor mondtam nektek is, a 2022-es évben a kedvenc termékeim között szerepelt az Urban Decay Glide On Pencil-jéből, ez az Empire, Electric Empire egészen pontosan, és hát sajnos láthattátok a Feel Unique-os videómban, hogy beszéltem róla, hogy a Feel Unique-ot felvásárolta a Sephora, és ezért most már sajnos nem kapható ott az Urban Decay többet, ami nagyon szomorú számomra, mert mindig onnan rendeltem, ráadásul mindig állandó kedvezménnyel. De Not Innon még ebből a színből pont, ami az én kedvencem, maradt még, és ez, úristen, tényleg életem ceruzája, tehát így. Úgyhogy ezt már láttátok igazából a videóimban, de azért megmutatom, hogy róla van szó. Ez az eszméletlen fény, a szín maga, a csillogása, a kenhetősége, a satírozhatósága, az intenzitása, minden így, isteni tényleg. Úgyhogy mivel már csak a Not Innon is már csak ebből a színből volt, ráadásul meg még egy talán, meg akciós is volt, ezért ebből is betartalékoltam még egyet, mert lehet, hogy az életbe többet sem fogok tudni szerezni, majd meglátjuk.
memories might let me fall back. But you'll be there ready. És akkor még egy apróság van itt, ez meg olyan viccesen le volt áraz, hogy valami 400 forint volt, ez egy kis sminktükör, ami egyébként nincs. Olyan, ami ilyen táskába rakható, olyanom van csak, ami adventi naptárokban szokott lenni, tudjátok, de azoknak sosincs teteje, hanem csak ilyen, mint a kitűző, olyan kerekkorong tetőnél, akkor azt nem nagyon merem a táskámban hordozgatni. Ez viszont ráadásul megy a tatyom színéhez is, meg a pénztárcám is ilyen színű, tök jó. És akkor ezt beleverem majd rakni, csak nem tudom kibontani. Notino saját márkás egyébként, és így néz ki. Hát ez nagyon kis szép, szerintem imádom ezt a kis kuderózsaszín, letisztult, egyszerű, csak ami kell igazából, annyi, és így néz ki, ennyi. Van benne, ó, kettő van benne, egy nagyítós, meg egy sima, ú, de jó, ú, ez nem is láttam, hogy nagyítós oldala is van, hát ez nagyon jó. Ennek most még jobban örülök. Ez tök szupi szerintem. Ó, nagyon. Na, hát ennyi volt igazából, most ez egy viszonylag kisebb haul volt. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik termény tetszik ebből, vagy melyiket használtátok már, melyikre vagytok kíváncsiak, ilyen legjobban nyilván az alapozókra, de örülök, hogy ma is velem tartottatok, és hogyha szeretnétek támogatni csatornámat, akkor a videó alatti köszönet funkcióval megtehetitek, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel és lájkoljátok, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!